Ágoston András a VMDP elnöke levélben fordult Pásztor István VMS elnökhöz. Ebben tájékoztatja, hogy a VMDP szabadkai körzeti elnöke jelentette, a VMS aktivistái a magyar koalíció számára kérték a támogatást. A levélben Ágoston arra emlékezteti Pásztort, hogy a két párt között nincs koalíciós megállapodás. Ezért a VMDP szabadkai vezetőit azzal bízta meg, hogy haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot a VMS körzeti elnökével is tisztázzák ezt a kérdést. A találkozóra kora délután került sor. Amiért feltétlenül szükségesnek tartottuk, hogy Maglay Janival, a VMS elnökével beszéljünk erről a témáról, erről a helyzetről, mert azt gondoljuk, hogy nem szabad, hogy ez a helyzet túlnője magát. Mi nem tudjuk azt, hogy ez egyes aktivisták vagy egyes tagozatoknak a magánkezdeményezése lett volna, vagy a központ rendelte? Én elmondtam a tárgyaló partneroknak, hogy ez esetleg csak egy egyedi jelenségként jelenhetett meg a terepen, nem lehet belőle példát csinálni, vagy azt mondom, nem jelenhetett meg tömegesen, hiszen a Vajdasági Magyar Szövetség mindenhol náló listával indul a helyi közösségi választásokon. Egyedül Paris lesz kivétel, ahol közösen a Vajdasági Horvátok Demokratikus Szövetségével indulunk fel, az alapszervezet ezt kérte. A helyi közösségi választásokat június 5-én tartják Szabadkán. A listaállításhoz az indulóknak támogató aláírásokat kell gyűjteniük a polgároktól.